Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 235. ének első versét. A igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyve 46. részében, amit ülve hallgassunk figyelemmel. A Zsoltárok könyve 46. részében így szól Isten igéje. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam árgai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megeretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csöndesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünk befogadásán, válaszoljuk arra imádságban. Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, csodáljuk a te türelmedet és kegyelmedet, hogy még napjainkhoz napokat adsz, és most is magad elé engedtél minket. Szeretnénk, Urunk, mindnyájan személyes meggyőződéssel elmondani, itt állunk előtted, hogy meghalljuk mindazt, amit te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy a te igéd hatalom. Áldunk téged, mert hisszük, szabaddal teremtetted ezt a világot. És mindaz, ami jó, tiszta és szép az életünkben, a te igédnek a munkája. Bocsáss meg, valahányszor ellenállunk a te beszédednek. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét úgy, hogy nem kérdeztük tőled, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Bocsáss meg minden döntést, amit nem a te igéd szerint, annak világosságában hoztunk. Annál inkább köszönjük, hogy magad elé engedsz minket. Köszönjük, hogy Jézussal nézel, és minket ajándékozol meg ő élete. Köszönjük, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Engedd átélnünk, mennyire rászorulunk erre. És töltsd meg a mi szívünket hálával azért, hogy elég nekünk is a te kegyelmed. Kérünk, legyen ez a csendes óra most a veled való találkozásnak és a tőled kapott ajándékok átvételének az alkalma. Sokszor nagyon örüljön a hitünk,
De akármilyen kicsi hittel jön valaki hozzád, Úr Jézus, te megígérted, hogy azt nem küldöd el. Kérünk, úgy bocsáss el majd minket, hogy itt hadhatjuk nálad a bűntelhet, előtt kaphatunk a többi terhünkhöz, útmutatást, világosságot, feloldozást ajándékozol nekünk. Könyörülj meg rajtunk jobban, mint ahogy azt mi hinni és elképzelni tudjuk. Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ő igényének a szavaival, biztatásával hirdetem. Ő gazdag a kegyelemben, és bővölködik a megbocsátásban. Amen. Foglaljuk el a helyét. Akaratodnak, s dicséretet mondhassunk te szent fiadnak. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem néktek, a Máté írása szerinti evangélium 15. részének 21-től 28-ig terjedő verseiben így olvasható. Máté evangélium a 15. rész 21. és következő versek. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tíusz és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt.
Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amit uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusról szóló sorozatban ma Jézus hazaszeretetéről lesz szó. Pontosabban arról, hogy Jézus nagyon szerette azt a népet, amiből emberi eredetét tekintve származott. Még pontosabban, hogy Jézus nagyon szerette és szeret minden népet és minden embert, de mindegyiknél jobban szerette azt a népet, amelyikből emberi eredetét tekintve. És a Biblia ezt egészen természetesnek tartja. Jézusnak nagy szíve volt és van, belefér az egész emberiség. De külön helye van benne az ő népének, a választott népnek. És ő ebben is példát adott azoknak, akik követni akarják az ő példáját. Vajon Jézus ezzel megbántott-e valakit? Azzal, hogy egy kis népet még jobban szeretett, mint a többit, vétette a többi ellen. Mi tudjuk a Szentírásból, hogy ő megtett mindent, mindannyiunkért, az egész emberiségért. Mi megkaptunk Jézustól mindent, amit csak tőle kaphatunk, és ami nélkül nincs üdvösségünk. Megkapta ezt tőle a mi eredetileg pogány népünk is. Ő tehát senkit nem rövidített meg azzal, hogy a saját népét még jobban szerette, mint a többit. Azért szükséges erről beszélni, mert igen sok ember fejében teljes összebiztoság van az ezzel kapcsolatos fogalmakat és érzéseket tekintve. Hazaszeretet, nacionalizmus, sovinizmus úgy egymással hányva van ott sok ember gondolkodásában, holott ezeknek a fogalmaknak mindegyiknek pontos jelentése van, és nekünk mindegyiket a maga helyén egészen pontosan körülhatárolt jelentéssel kell használnunk, ha intelligensen és becsületesen akarunk ezekről gondolkozni és beszélni. Jézus így gondolkozott ezekről, ez lehető példa számunkra e tekintetben is. Három fejezetben szeretném elmondani röviden azt, amit Isten igéjéről megismerhetünk erről. És ezt szeretném hangsúlyozni, mielőtt még bárki bármit félremagyarázna, mielőtt egyáltalán elhangzik, hogy minket az érdekel, hogy Isten igéje mit tanít nekünk ezekről a kérdésekről. Mindenek előtt azt vegyük észre ebből a felolvasott szép történetből, hogy mennyire helyén volt Jézus szívében a minden ember iránti szeretet és az ő saját népe iránti szeretet. Amikor tanítványait először kiküldte szolgálati útra, akkor egyebek között ezt is mondta nekik: pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem azt mondja, hogy soha semmilyen körülmények között senki másnak ne hirdessék az evangéliumot, hanem csak a sorrendet határozza itt meg. Van ebben a jézusi mondatban megkülönböztetés? Van. Elsőbséget ad az ő népének. Az ő népével kezdi, hogy halljanak az Isten országának az evangéliumáról. Előbe helyezi, mint a többieket. És a Biblia erről többször világosan írja. Sokan félreértik azt a mondatot, ami többször is előfordul a Szentírásban: Jákóbot szerettem, Ézsaut, és ezután sokan azt mondják, hogy gyűlöltem. Pedig ott az a szó van, hogy Ézsaut
hátát helyeztem. Így gondolta jól az Isten, hogy Jákob előre helyezte, Ézsau pedig másként sorolta be hátáját. Ézsau is kapott ígéreteket, Ézsau is kapott áldást, a neki adott ígéretet is beteljesítette a múlt, de fölállított egy bizonyos sorrendet. Ebből a történetből, amit olvastunk, kiderül az, hogy Jézus tanítványaival megint szeretett volna egy-két csendes napra elvonulni, és ezért átlépték Izrael határát. De nem hagyják békén ott sem, mindjárt jelentkezik egy pogány asszony, és segítséget kér tőle. Tulajdonképpen kedves dolog ez, hogy bízik benne, és mindjárt lecsap az adódó lehetősége, Jézus gyógyítsa meg az ő lányát. Különös, hogy Jézus először szóra sem érdemesíti, nem válaszol. Utána pedig egy ilyen barátságtalannak tűnő mondatot mond, hogy nem jó a gyermekek kenyerét elvenni és a kutyáknak adni. Nem árt, ha tudjuk, hogy az eredeti szövegben nem az a szó van, hogy kutya, hanem annak egy becézett, finomított változata, kicsinyítő képzővel ellátva, kutyuskáknak adni. Ezt csak azért jegyzem meg, mert Jézus soha nem volt durva. Tehát ezt mondja neki. Utána azonban meggyógyítja a lányát. Van megkülönböztetés ebben a történetben? Van. Jézus azt mondja, hogy elsőbséget élvez az ő népe. De nem zárja ki a segítésből a többit sem. A pogányokat sem. Ez a pogány asszony is megkapja mit? Azt, amire szüksége van. Pontosan annyi, amire akkor szükség van. Mindent megkapott, amit kért, sőt, még többet is. Jézus nem csak meggyógyította a lányát, hanem elismerésben részesítette őt. Nagy a te hited, mondja neki. De az asszonynak tudomásul kellett lenni, hogy vannak gyermekek, és vannak kutyuskák. És ő az utóbbiak közé tartozik. De bőségesen megkapta azt, amire vágyunk. Nekünk komolyan kell vennünk, hogy Jézus Krisztus mai tanítványainak is természetes kell, hogy legyen, hogy minden embert személyválogatás nélkül szeretnek. De azért a családunk tagjait mindnyájan mégis jobban szeretjük, mint a többieket. Minden vallásnak a képviselőit és azoknak a meggyőződését tiszteljük, akkor is, ha nem értünk egyet. De azért hozzánk mégiscsak a legközelebb a Szentírásban kapott kijelentésre épülő kereszténység áll. És minden keresztjén felekezetet tisztelünk, de azért mégiscsak a szívünkhöz legközelebb az a református felekezet van, amelyben megismertük Jézus Krisztust, ha már megismertük, és megkaptuk az életünk megoldását. Hadd legyek egyszer egészen személyes. Én mindenkit őszintén tisztelek, aki most itt van a templomban. De szíves engedelmükkel egy bizonyos hölgyet mindenkinél jobban tisztelek és szeretek, aki a felesége. És azt hiszem, ez egészen természetes, és emiatt senkinek nincsen hátánya. És ugyanilyen természetes az is, hogy miközben minden népet, annak a történelmét, teljesítményeit, szenvedéseit ismernünk kell és tisztelnünk kell, aközben a legjobban, mégiscsak a mi kicsi magyar népünket szeretjük, ezt a sokat szenvedett népet, amelyiknek sok bűne is van, de azt se felejtjük el, hogy messze nyugaton azért lehet megcsodálni több száz éves épületeket, mert a mieinket minden évszázadban lerombolták, és ott azért nem kellett sokszor vért ontani, mert a mieink aránytalanul sok vért áldoztak. Nem erre vagyunk büszkék, meg egyáltalán nem vagyunk büszkék, de tudjuk, hogy melyik népnek a sorsában osztozunk, és természetesnek tartjuk, hogy az áll hozzánk a legközelebb, és miközben mindegyiket szeretjük, ezt megkülönböztetett módon szeretjük. Annál is inkább, mert ha valaki a Biblia alapján gondolkozik, akkor tudja, hogy nem véletlenül születtünk ennek a népnek a közösségébe. Emögött örök, isteni terv és akarat van, és mi ezt az akaratot vesszük tudomásul
örömmel és hálával, és vonjuk le ennek a konzekvenciáit. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben egyebek között ezt is írja, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Mindenkivel, személyválogatás nélkül. De a Biblia természetesen tartja, hogy van egy leginkább. És leginkább azokkal. Nem csak azokkal, és soha nem mások a rovására, de leginkább azokkal. Ugyanez érvényes a Biblia szerint a hazaszeretetre is. Tiszteljük és szeressük minden népet, de leginkább azt, amelyikben jónak látta Isten kijelölni a mi helyünket, és amelyiknek a sorsában osztozunk. Aki tehát magyarnak vallja magát, de nem szereti ezt a népet, sőt nem szereti jobban, mint akármelyik másik népet, az nem a Szentírás szerint viszonyul ahhoz a közösséghez, amelyikben Isten jelölte ki a helyünket. A másik, amit vizsgáljunk meg Isten igéje alapján, hogy mi az alapja ennek a megkülönböztetett szeretetnek. Elsősorban és mindenek fölött az, hogy hisszük, Isten jelölte ki itt a helyünket. De azért több más fontos érvet is megemlít Isten igéje. Megemlíti a közös gyökereket, a közös múltat, ami összeköt bennünket. Ebből következik a közös jelen, a sorsunk, és ebből egyenesen, ha még lesz jövőnk, a közös jövő is. Figyelemmel méltó, hogy az Ószövetségben Isten milyen gyakran úgy mutatkozik be azoknak, akikhez beszélt, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Isten. Ezek az atyák már rég elporladtak. És Isten mégis fontosnak tartja, hogy azok, akikhez beszél, pontosan tudják, hogy honnan jönnek, kihez tartoznak, kikkel alkotnak együtt egy közösséget, kikkel köti össze őket ezer széttéphetetlen szál, és mindez Isten akaratából. Aki nem tudja, vagy nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy honnan jön, mik a gyökerei, kikkel tartozik össze, az kiszolgáltatottá válik, és azt könnyű manipulálni. Akinek nincsenek gyökerei, annak nem lesz tartása, annak nincs stabilitása, nincsen állóképessége és ellenállóképessége. Márpedig nekünk világosan látnunk kell, hogy szellemi viharokban gazdag időszakban élünk, és nagyon fontos, hogy erősen gyökerezzünk abba a talajba, ahonnan kinőttünk, és elszántan kapaszkodjunk össze azokkal, akikkel összetartozunk. A Bibliában a közösségnek különös jelentősége van. A nép, a család, a házasság olyan közeg, amit azért kell folyamatosan ápolni, mert a kritikus időszakokban és helyzetekben és ilyenben bővelkedünk, megtartó ereje van. Aki nem tudja, vagy nem tartja fontosnak, hogy honnan jött, kikhez tartozik, azt könnyű eladni, és könnyű megvenni. És az ilyen embernek könnyű bármit eladni. És az a szellemiség, ami ma elárasztja a világot, pontosan ennek rendel alá mindent, és ez a célja, mindenki legyen megvehető, és minden legyen eladható. Minden emberre úgy tekint ez a szellemiség, mint potenciális vevőre, vagyis áldozata. A tartás nélkül, az összetartozás tudata nélküli embernek pedig mindent el lehet adni. Látjuk ennek szomorú példáit a környezetünkben. Ebben is szép példa számunkra ez az asszony, akiről olvastunk itt a Bibliában. Ő pontosan tudta, hogy hova tartozik. Neki volt önazonosság tudata, és pontosan tudta, hogy mit akar. És a Jézushoz fölterjesztett kérésének az álhatatossága mögött ott van ez a bizonyosság. Egy pillanatig sem bizonytalan semmiben. Ezért mondja neki Jézus, hogy nagy a te hited. Nagy hite annak van,
aki lelki értelemben is tudja, hogy hova tartozik. Ha már újjászületett ember, egy pillanatra sem felejti el, hogy az ő életének a teljhatalmú ura, az a Jézus Krisztus, aki megváltotta őt, és összetartozik azokkal, akik szintén átélték ezt a csodát, és Isten gyermekeivé lettek. Nem szégyelli sem az ő urát, sem azokat, akikkel egy közösségbe tartozik. És ezért tudja elmondani szenvedései közepette is azt, amit Pál a börtönből írt a Filippi gyülekezetnek, Filippi 3:20, ami polgárjogul a mennyben van, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk. És miközben kiderül a levelének minden sorából, hogy mennyire otthon van ebben a világban, nagyon érdeklik a Filippi gyülekezet konkrét problémái, és egészen valóságos tanácsokat tud nekik adni, aközben leírja azt, hogy egy másik polgárjoga is van a mennyben. Éppen ez a kettős kötődés jellemzi az Istenben valóban hívő újjászületett keresztényeket. Komolyan veszik, hogy Isten jelölte ki itt a mi lakásunk határait, ahogy a Cselekedetek 17-ben olvassuk, Pál apostol Aténi prédikációjában, a 17. rész 26. versében. Isten határozta el, meghatározta elrendelt időnket és lakóhelyünk határait. Tehát komolyan veszi ezt a hívő ember, és ennek a következményeit is vállalja. De ugyanakkor komolyan veszi, hogy Isten kimondhatatlan kegyelméből Jézus érdeméért a mennyei Atya gyermekévé fogadott, és nekünk polgárjogunk van a mennyben. Itthon vagyunk itt a világban, és otthon vagyunk az égben is. És a harmadik kérdésünk az, hogy mi következik ebből. Egészen egyszerűen minden furfang nélkül az, hogy a hívő embernek mindkét minőségében helyt kell állnia. Hiszen mindkét polgárjoga sok-sok előnyt, áldást, lehetőséget is ad neki, és ezért felelőssége is van azért, a közösségért, amelyiknek tagja. Ezért a földi, világi közösségért is, a népéért, meg az Isten népéért is felelősséget kapott. És felelősen kell alakítania ennek a közösségnek a jövőjét. A Biblia sokat ír arról, hogy a közömbösség bűn. Mert a közömbösség mögött önzés van, lustaság van, felelőtlenség van. És ha valaki közömbös annak a közösségnek a jövőjét illetően, amelyikben ő Isten elhelyezte, akkor védkezik Isten ellen. És ezt azért kell világosan látnunk, mert sajnos sok olyan vallásos, sőt hívő ember is van, akik mindenféle mellébeszéléssel ki akarnak bújni ez alól a felelősség alól. A két legjellemzőbb szöveg, amit hallok, ez szokott lenni: a politika csúnya dolog, mi nem veszünk részt abban, meghagyjuk másoknak. A másik jellemző: kicsi vagyok én ahhoz, hogy befolyásoljam ezeket a nagy történelmi folyamatokat, úgysem mi döntjük el, hogy mi hogyan alakul, éppen ezért jó lelkiismerettel kivonja magát az ember belőle. Mindkét kifogás mögött lustaság, kényelem szerepe és felelőtlenség van. A Biblia azt mondja, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Nem kell ahhoz semmi rosszat elkövetni, hogy vétkezzünk. Sajnos úgy is tudunk vétkezni, hogy valami jót, amit megtehetnénk, nem tesszük meg. És ebben a bőti időszakban nekünk különösen is komolyan kell vennünk, hogy Isten az övéitől sokkal többet vár, mint a minimális kötelességek, amiket úgy általában számon tartanak, vagy elvárnak az emberek. Mi tőlünk azt várja, hogy minden jó, amit megtehetünk, boldogan önként tegyük meg, akár áldozatok árán is. Na de mi az a jó, amit ebben a helyzetben mi megtehetünk? És itt a választásra készülve erről is világosan kell beszélnünk, remélve azt, hogy ez se akarja kificamítani és félmagyarázni közülünk senki. Mi az a jó, amit mi megtehetünk azért a közösségért,
amelyikben Isten jelölte ki a helyünket, ha ezt hiszi valaki, és amelyiknek a jövőjéért felelősek vagyunk, ami népünkért. Minimálisan annyit mindnyájan megtehetünk, hogy egy szavazattal erősítjük azt, aminek a helyességéről meg vagyunk győződve. Azt, aminek a helyességéről meg vagyunk győződve. És itt kezdődne a munka a lusta emberek számára, mert sokan semmiről sincsenek meggyőződve. Tessék tájékozódni. A mi felelősségünk az, hogy bibliai szempontok szerint a tényeket komolyan véve hozzunk döntést. A döntés elől menekül sok gyáva ember. Isten igéje bátorít minket arra. Tessék megnézni, miről mit tanít a Szentírás, tessék körülnézni, mit mutatnak a tények, és eldönteni, hogy szerény látásunk szerint mi jó ennek a sokat szenvedett kicsi népnek. És akkor minimálisan ezzel az egy szavazattal hozzájárulni. Ez nem pártpolitika, ez az Isten előtti felelősségünk. Ha valaki vállalja ezt a felelősséget. Talán tudják, bizonyosan tudják a testvérek közül is sokan, hogy az Egyesült Államokban ma azért beszélnek angolul és nem németül, mert annak idején egyetlen szavazat döntötte ezt el. Egyetlen szavazat is nagyon fontos lehet adott esetben, ha az amögötti döntés Isten előtti felelősséggel, alázatban, a Szentírás világosságában születik meg. Akit nem érdekel az, hogy a mi kicsi népünknek a jövője hogy alakul, az költözzék el az északi sarkra vagy a déli sarkra, és oldja meg az életét ott egyedül. De ha itt van, és élvezi ennek a működő közösségnek sok előnyét, akkor felelős azért, hogy ez hogy működik, és hogyan fog működni. Hiszen, hogy Isten jelölte ki a mi lakásunk határait, és ő helyezett el ennek a népnek a közösségébe, akkor az érte való felelősséget mindenképpen vállalnunk kell. Sok bibliai igét megnéztem most, ami ezekről a kérdésekről szól, csak egyetlen egyet hadd idézzek, Isten valami mélységes szomorúsággal mondja a Hóseás könyvében a prófétán keresztül, fejedelmet választottatok, de nélkülem. Nos, az Isten népének pontosan ez a nagy feladata és kiváltsága, hogy választ, de nem Isten nélkül. Lehet, hogy úgy indul, és ha becsületesek vagyunk, ezt valljuk be Istennek, hogy olyan fogalmam sincs, hogy most hogy kellene döntenem. Tulajdonképpen ez a nehéz dolog, hogy én döntsem el, így a választás elé. Na, de választani kell. Több közül és meggyőződéssel kell. De aki ilyen alázatosan járul oda Isten elé, annak ő ad világosságot. És utána megadja azt a békességet, hogy ezt a kicsi jót, amit megtehettem, megtettem az én népemért. A közömbösség bűn. Jézus soha nem volt közömbös. Egyen mással olvassuk, hogy elnézte a népet és könyörületességbe indult. Hallgatott valakit és megszánta. És ő sosem maradt meg ott, hogy szállakozott, hanem abból mindig cselekedet is következett. Sőt, tudjuk azt, így mondom, képes volt sírni, amikor az ő népének a jövőjére gondolt. Amikor kiderült, hogy a nép nem akar megtérni, elkésett az utolsó lehetőségről is, és Jézus látta, hogy mi lesz ennek a történelmi következménye, és virágvasárnap sír Jeruzsálembe. Senki nem érti, mindenki újjon, pálmaága, hozsánna, egy valaki látja a valóságot, és azt, hogy mi következik abból, és sír. Mert szenvedélyesen szerette az ő népét. És ő ezt a szeretetet oldja a benne hívők szívébe is. Egyébként ez a szeretet nem áll távol az Isten nagyjainak a szívétől sem. Emlékszünk arra, amikor az aranybolyú után Isten elhatározza, hogy megítéli az ő népét, és Mózes szinte odaveti magát, és azt mondja, hogy törölj ki engem a te könyvedből, de ennek a népnek kegyelmez meg.
hogy Pál apostol a római levél 9. részében azt mondja, hogy inkább én legyek átkozottá, csak az én népem megismerje és fölismerje a Krisztust. Ez a szenvedélyes szeretet már mérhetetlenül több az, mint hogy valaki méltóztatik elmenni és leadni egy szavazat. Itt már a szív felelősségéről van szó. Itt már az a nép iránti szeretet és felelősség és megbocsátás és önzetlenség szólal meg, amire Jézus el akar segíteni bennünket. Három igével szeretném befejezni, és kérem, hogy gondolkozzunk ezeken otthoni csendünkben is. Az első ige az, amit hallottunk, és benne ez a furcsa ellentmondás, hogy Jézus így szól az asszonyhoz, nem küldettem csak Izrael fiainak, Izrael népének elveszett juhaihoz, de mégis meggyógyítja a lányát. Ellentmondás vagy nem? Hogy van Jézus szívében szépen egymás mellett a pogányok iránti szeretet és a választott nép iránti megkülönböztetett szeretet? És mennyire nincs ebből senkinek se hátránya? Ez az első ige. A második ige, amit Pál apostol aténi prédikációjából idéztem, Cselekedetek 17:26, Isten határozta meg a mi időnket és lakóhelyünk határait. Ha ezt tőle elfogadjuk ajándékként, adottságként, akkor ebből következik a harmadik, a népünkért való felelős és aktív cselekvés, amivel nézve meg a jól ismert igét, hadd idézzem a Jeremiás 29:7-et, amikor Izrael népét már a babiloni fogságba vitték, és Isten azt üzeni nekik a profétán keresztül, hogy munkálkodjatok a város békességén és jólétén, amelyikbe fogságba küldtelek titeket. Az ember ösztönösen azt mondja, hogy a rabtartóink városa ez, de hogy munkálkodok van ennek a jólétén. De még ott is ezt a feladatot adja Isten az ő népének. Hát még ha otthon lehet, és a maga kicsi országában a maga népének a jövőjéért érezhet. Jézus szívében helyén volt a mindenki iránti és az ő népe iránti megkülönböztetett szeretet. Ha hisszük, hogy Isten jelölte ki itt a helyünket, akkor mindent egészen másképp fogadunk el tőle, és akkor elfogadjuk a feladatunkat is, hogy valami felelősség rajtunk is van, valami kicsi jót mi is tehetünk, és nem akarjuk elkövetni azt a bűnt, hogy aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. Én az úrvacsorai vasárnapokkal mindig külön szoktam készülni a magam személyes ítéletét tekintve. Hadd mondjak el valamit abból, amire Isten elvezetett, kérve a testvéreket is, hogy aki valamelyiket közel érzi magához, vegyük ezt ma komolyan. Az Úr asztalához készülve három feladatot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy legyen bennünk őszinte bűnbánat és bűnvallás, ami népünk bűneit illetően. Úgy, ahogy ezt Nehémiás tette, aki már a fogságban született, akinek semmi köze nem volt azokon a bűnökhöz, amik miatt Isten a népet fogságba küldte, és mégis többes szám első szemében, egy személyben megrendítő bűnvalló imádságot mond. Tessenek elolvasni a Nehémiás könyvéből. Ami népünk bűneit alázatos bűnbánattal vigyük oda Isten elé és kérjük az ő bocsánatát. A második, ha a közömbösségnek bármilyen formáját fölismerjük a magunk szívébe, ezt is valljuk meg Istennek, és hagyjuk el. És harmadszor engedjük, hogy az úrvacsorában megújítsa a mi Urunk a közösséget. A közösséget vele, a közösséget, az összetartozást, tudatot a mi népünkkel, és a lelki összetartozást az újjászületettekkel, a Krisztus népével, a szentek közösségével. Bűnbánat a mi népünk bűnei miatt, bűnbánat a saját közömbösségünk sokféle formája miatt, és könyörgés azért, hogy hadd mélyüljön az Úrral való közösségünk, a mi népünkkel való közösségünk, és a hívőkkel való összetartozás tudata.
Mielőtt ezért imádkozunk, legyen már ez az ének is imádság, amit most elmondunk, a 285. ének, 6. És útmutatást tudsz nekünk adni életünk sokféle kérdésében. Köszönjük, hogy ebben is előttünk jártál. Eléd hozzuk azt a sok bizonytalanságot, vagy keveredést, ami a mi fejünkben és szívünkben van. Kérünk, a te igéd világosságába hadd kerüljön most az életünk. És a te szent lelked mutassa meg nekünk, mi a helyes út, amin járnunk kell, mi az a helyes magatartás, ami az irántad való szeretetből és hálából következik. Megvalljuk előtted sok önzésünket, nehézkességünket, kényelem szeretetünket. Bocsáss meg, hogy sokszor igyekszünk kibújni különféle felelősségek alól. Bocsáss meg, hogy inkább másokat vádolunk, mint hogy mi bármi jót tennénk a jó célok érdekében. Könyörülj rajtunk, és gyógyíts ki minket ebből. Adj a mi szívünkbe igazi szeretetet, azt a szeretetet, amit a te újjászületett tanítványaidnak ígértél, hogy az Isten szeretete kitölthethet a mi szívünkbe a Szentlélek által. Ajándékozz meg minket, kérünk ezzel, személyválogatás nélküli szeretettel, amivel még az ellenséget is tudjuk szeretni, de amivel kiváltképpen szeretjük azokat, akikért te kiváltképpen felelősekké tettél minket. Adj tisztán látást ebben a kérdésben. Őrizd meg minket fontoskodástól, de őrizd meg kötelességmulasztástól is. Add, hogy örömmel tudjunk helyt állni azon a helyen, ahova te állítottál minket. Segíts minket minden helyzetből tele átnézni, Urunk Jézus Krisztus, a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére. És taníts minket téged követni minden tekintetben. Így könyörgünk hozzád most a mi népünknek a jövőjéért, lelki felébredéséért. Könyörgünk, hogy minél többen megismerjenek és elismerjenek téged, és add a mi szívünkbe azt a békességet, hogy a mi jövőnk valóban nem a mi kezünkben van, hanem a tiédben, de add azt az örömöt, hogy megtegyük azokat a részfeladatokat, amikkel te tüntetsz ki bennünket. Eléd hozunk mindnyájan a személyes nyomorúságainkat is, tudva azt, hogy te jól tudod, mire van szükségünk, és eddig is többet adtál, mint amire feltétlenül szükségünk van. Taníts minket hűségesen sáfálkodni is, és azt, amit másoknak szántál, csak nálunk tetted le, örömmel továbbadni. És kérünk, segíts az imádságot most is, meg majd otthon is folytatni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Két hosszú köszönő levelet kaptunk, mint a Gyökösi Endre óvoda, mint a kolozsvári Csemete óvoda. Hálásan köszöni azt az adományt, amit Isten kegyelméből tovább küldhettünk a számukra. Mindkét helyen addig megoldhatatlannak látszó gondokat oldott ez meg. Legyen ezért egyedünk Istené a dicsőség. Amint azt múlt vasárnap már említettük, ma délután 5 órakor szeretett vendégségre hívjuk a testvéreket ide a templomba. Ennek az elsődleges célja az, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, egymással jobban megbarátkozzunk, megismerkedjünk, de mindig van valami lelki, szellemi tartalma is az ilyen alkalmaknak. És mivel többen szoktak érdeklődni, most minden kérdésre választ lehet kapni, hogy milyen segítségeket tudunk mi továbbadni a kárpátaljai református gyülekezetnek. Egyáltalán mi volt és mi most ott a helyzet, és Isten mi mindenben használja ezt a gyülekezetet. Erről lesz majd beszámoló képekkel, vetített képekkel, és aztán ameddig lehet együtt maradunk. Aki egy kis süteménnyel is hozzájárul az együttléthez, azt előre is köszönjük, de ez nem feltétel. Az úrasztalát megterítettük, akik már otthon készültek, vagy most érkezett el a szívükig Isten hívása, azokat Jézus Krisztus mondatával hívogatom. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, énekeljük a 388. ének első 4 versét. A 388. ének így kezdődik. Hallgatni!
ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.